Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ma esti szentmisénket elhunyt Baranyi Béláné, Rácz Zsuzsanna nővérünkért ajánljuk fel, valamint hálaadásként a 25 esztendőért. Azokért, akik már nem lehetnek velünk, azokért, akik itt vannak, értetek, akik jelen vagytok, és akik mindig is jelen voltatok az életemben. Tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod, add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk. Fiat Krisztus által, aki veled él és szeret a Szentlélek kelegységben. Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes első könyvéből. Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá. Ábrahám, itt vagyok, felelte. Akkor Isten ezt mondta neki. Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Moria földjére, és ott mutasd be égő áldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked. Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte Szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égő áldozathoz, fölkerekedett és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon Ábrahám felemelte szemét, és messziről meglátta a hegyet. Ekkor ezt mondta a szolgáknak, várakozzatok itt a Szamárral, én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok. Ábrahám tehát fogta az égő áldozathoz szükséges fát, és feltette fiának, Izsáknak vállára. Ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot. Atyám! Ő ezt válaszolta. Igen, fiam. Erre Izsák azt mondta. Íme, itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égő áldozathoz? Ábrahám így felelt. Isten majd gondoskodik a bárányról az égő áldozathoz. Így mentek tovább egymás mellett. Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mutatott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte fiát, és az oltára helyezett fára tette. Ekkor Ábrahám kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát.
De az Úr angyala rászólt az égből, és ezt mondta. Ábrahám, Ábrahám! Itt vagyok, felelte. Az angyal folytatta. Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, hiszen egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem. Amikor Ábrahám felemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Oda ment, megfogta a kost, és feláldozta égő áldozatul a fia helyett. Ábrahám így nevezte a helyet, az Úr gondoskodik. Ezért mondják mind a mai napig, a hegyen majd gondoskodik az Úr. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta. Magamra esküszöm, ez az Úr szava, hogy mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, megáldalak téged. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövényét. Utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál szavamra. Ábrahám visszatért szolgáihoz. Elindultak, és együtt mentek vissza Beersebába. Ábrahám Beersebában maradt. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához. Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bűneid. Néhány írástudó erre azt gondolta magában, ez káromkodik. Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette. Miért gondoljátok, miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom, bocsánatot nyernek bűneid, vagy ha azt mondom, kelj föl és járj. Tudjátok meg tehát, hogy az emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására.
A bénához fordulva folytatta, kelj fel, fogd ágyadat, és menj haza. Az ember fölkelt, és hazament. Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Ezek az evangélium igéi. Beszélni is kell. Miután így átverekedem magam a bokron. Jól van, Krisztusban testvéreim. Nem tudom, figyeltünk-e, Ószövetség. Ábrahám, itt vagyok. Nem tudom, valakivel figyeltél-e, amikor tükörbe néztél, amikor megnyílott a szemed, amikor megláttad a napsugarát, amikor meghallottad a természetnek a zaját, akkor neked is oda kiáltotta az Úristen a te saját keresztnevedet. Vajon válaszoltál neki, hogy itt vagyok? Itt vagyok. Bármi is történik velem ezen a napon, majd az Úr gondoskodik rólam, hallottuk. Amikor Izsák elkezdte kérdezgetni, hogy jó, apám, hogy szép minden, meg jó minden, de hol van az az áldozati? Kos, bárány, lyuk, gerle, földi giliszta, bármi, hol van? Majd az Úr gondoskodik rólad. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb kincs a mindennapjainkban az, hogy a kapcsolatban maradunk lelkünkkel. A legnagyobb ajándék, amit megélhetünk minden nap, hogy nem veszítem el kapcsolatomat önmagammal, a bensőmmel. Amikor meghallom azt, hogy az Úristen minden reggel hív, hogy megörvendeztessen a napsütése, hogy megörvendeztessen a család tagjainak a tekintetével, hogy megörvendeztessen mindazzal, ami a mai napon, az itt és mostban ajándékként ott van előttem. Hogy itt és most megéljük a titkot. Hogy megéljük azt, hogy a kenyérből Krisztus teste, a borból Krisztus vére lesz. Ezt egy órával ezelőtt nem tudtuk volna megélni. Egy órával később sem tudjuk megélni, de most. Itt és most meg tudjuk élni. Amikor ez a kapcsolat megvan a bensőmmel, szívemmel, lelkemmel, önmagammal, akkor tudok teljesen igazi, boldog, szeretetteljes, örömteli életet élni. Ha ez a kapcsolat hiányzik, akkor minek a pénz, minek az egészség, minek bármi, amiről úgy gondoljuk, hogy kincs és érték ebben a világban. Ha elveszítjük a lényeget, a kapcsolatot önmagunkkal és lelkünkkel. És amikor már azt gondolnánk, hogy kezdenénk elveszíteni, akkor úgy tükörögjön a mai olvasmánynak, amit Ábrahám Izsáknak mondott, fiam, majd az Úr gondoskodik rólunk. Amikor azt éreznéd, hogy az utolsó idegszál, amelyen az egyik családtagod éppen táncol, a szomszédod, bárki, az élet, a munkatársad, a főnököd éppen azon utolsó idegszáladon táncol, akkor dübörögjön benned a mai olvasmánynak Ábrahám mondata, majd az Úr gondoskodik róla. Én úgy gondolom, hogy ez a lényeg az életünkben. Megtartani és megélni a kapcsolatot a lelkünkkel, önmagunkkal. Mert a belső hang az Isten hangja. És ha vele megvan a kontakt, ha vele megvan a kapcsolatom, akkor jöhet jégeső, mint éjszaka fenn a Mátrában, lehet hatalmas dörrenés, mint tegnap éjszaka fenn a hegyen, de az Úr gondoskodott rólunk. Itt vagyunk, itt vagyunk. Bíz abban a hangban, bíz lelked erejében, ami az Isten ereje benned. Éld meg, itt vagyok, Uram. És a nehézség van, mint Ábrahám, majd az Úr gondoskodik rólam. Éld,
ennek a bátorságát, éld ennek a békéjét. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 25 esztendő így telt nekem. Minden reggel itt vagyok, Uram, hív. 4 temetés, nem baj, gyerünk, az 5. is belefér még, 2 ebéd között, meg még egy hittanóra is, 6 falu, 2 iskola, 1 óvoda mellett, gyerünk, mert az Úr gondoskodik rólam. És minden este a napot úgy zártam, hogy te mindig ott voltál. Nem az én érdemem ez a 25 esztendő, hanem az övé. Mert mindig gondoskodott rólam. Amikor lelkileg völgyben voltam, amikor úgy éreztem, hogy hegycsúcson sétálok végig, de mindig tudtam azt, hogy az a vándor, aki a hegycsúcsára tör, kemény szakadékok pereme mentén kell, hogy végig sétáljon. De ahogy a mai evangélium helyett az Ószövetségi olvasmányban ott volt, az Úr mindvégig gondoskodott rólam. Hát ezért hála neki. És hála önmagatoknak, hogyha ti is tudtok kapcsolatban maradni lelketek hangjával, a bennetek élő Istennel. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istenünket, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjünk, Urunk, hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjünk, Urunkat, hogy Isten és a fele barát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket. Kérjük, Urunkat! Hogy az irítséget és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk. Kérjük, Urunkat! Hogy a munkásoknak a munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük, Urunkat. Elhunyt rokonainkat, szeretteinket, jótevőinket, akiket a Szent Mise áldozatot felajánljuk, Zsuzsanna nővérünket, fogadd be szentjeid közé, és minket is sorolj egykor boldog társaságukba, kérjük, Urunkat. Add, Urunk, hogy mindig veled együtt építsük földi hazánkat, figyeljünk lelkünk hívó szavára, éljük meg a belső biztonságot, hogy te mindig gondoskodsz rólunk. Kérjük, Urunkat! Atyánk, te világosságot gyújtasz az éjszakában, és a sötétség elmúltával újra felragyogtatod fényességedet. Segíts, hogy a gonosz lélek minden támadását legyőzzük ezen az éjszakán, és a reggeli órákban hálaadással lépjünk színed elé, fiad Jézus Krisztus által. Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Atyánk, kérünk, szenteld meg áldozati adományainkat, és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével tisztítsd meg szívünket, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó. És valóban igazságos, hogy mindenütt és mindig hálát adjunk neked, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te minden időben gondunkat viseled, egyházadat csodálatos módon kormányzod, a Szentlélek által segíted mindenkor, hogy gyermeki bizalommal legyünk hozzád, a megpróbáltatás idején esedezve kérjünk, az örömben pedig ne felejtsünk el hálát adni. Krisztus dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok, főangyalok, hangos szóval hirdetik, és vég nélkül zengik. Valóban szent vagy, és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van köztünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Irgalmas Atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje. Hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő a kínszenvedése előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek. És egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka.
Urunk, kérünk, hogy minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts az egységben Ferenc pápánkkal, püspökeinkkel, az egész néppel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva hitben és reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezzél meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe. Ha majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent Ferenc atyánkkal, Szent Ritával, és minden szenteddel együtt. Hát, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett bennünket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett. Ezért tudunk bizalommal így imádkozni. Mi, Atyám, szenteltessék meg te nevedet. Jöjjön el a te Kérünk, Urunk, szabadíts meg minden gonosztól, s adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk irgalmadból, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Krisztus Jézusnak, üdvözítőnknek dicsőséges eljöttét. Krisztus a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Urunk, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Szándékod szerint őrizd meg békében, s teljes egységét add meg, ki élsz és szeretsz, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Íme ő az, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert meghív bennünket asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram! Thank you.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szolgáljon javunkra ajándékaid vétele, hogy szüntelenül égjen bennünk szent lelkednek tüze, amelyel apostolaid lelkét is betöltötted, Krisztus, a mi Urunk által. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hívek, általunk nagyra tisztelt és szeretett Gábor atya! Szent Lőrinc diakónus vértanú, városunk, egyházközségünk védőszentje, a mai napon is összegyűjtötte az egyház kincseit. Mi minden csütörtökön eljövünk ide dicsérni a Jóisten, de a mai napon dupla az örömünk. Hiszen nem csak a Szent Mise áldásában, az Úr Jézus Krisztus testének kiszolgáltatásában részesültünk, hanem városunk kedves szülöttje, Szőke Gábor pappá szentelésének a 25. évfordulóját is ünnepeljük. 1998. június 20, 1998. június 21, 2013. június 28-a és 2023. július 6-a. Négy dátum, ami úgy gondolom, hogy számunkra is, de főleg Gábor atya számára rendkívül fontos. 1998. június 20-án szentelték pappá. Mindig nagy tisztelettel tekintettem azokra az emberekre, akik a papi hivatást választották, akik egy életre eljegyezték magukat a Teremtő Isten szent fiával, Jézus Krisztussal. Gábor atya városon születte, ezt tette. Jelmondatává a Korintusi Levél 9. fejezet 19. versét választotta, mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többet megnyerjek. És akik ismerik, tudják, hogy amikor ezt a rendkívül alázatos bibliai mondatot választotta papi jelmondatával, akkor ezt rendkívül komolyan gondolta. Az elmúlt 25 év azt bizonyította, hogy ő teljes alázattal valóban a hívek szolgálatában állt, és hála neki rendkívül sok embert megnyert Isten dicséretére, dicsőségére. Azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akiket most táboroztatsz, ezt mind-mind bizonyíthatják. Mi pedig 25 évvel ezelőtt itt a Szent Lőrinc plébánia templomban részesei lehettünk annak, amikor bemutattad az első misédet. Utad ide vezetett pásztóra szülővárosodba, most is itt van közöttünk dr. Dobrovúcki István polgármester úr, aki köszöntött az első misén alkalmából. A második dátum, vagy a harmadik dátum, amiről beszéltem, 2013. június 28-a, a pásztoriek számára szintén egy nagyon fontos és nagyon szép emlék. Ekkor volt a 9. Váci Egyházmegyei találkozó, 2013. június 28 és június 29-én. És Kecskés Attila atyával együtt azt gondoltuk, hogy ki lehetne ennek az egyházmegyei találkozónak az egyik fő-fő előadója, hitvallója, mint városunk szülötte Szőke Gábor. Most azonnal meg is kérjük Tóth Józsefet, a Városi Televíziónak a vezetőjét, hogy a következő héten legyen olyan kedves, és vetítse le a pásztoriek számára. Mi pedig, akik itt vagyunk, nézzük meg mind újra és újra, és mondjuk el azoknak is, akik most nincsenek itt, hogy nézzék meg velünk együtt Szőke Gábor plébános atya előadását. Az egyházmegyei találkozónak a jelmondata az volt, ne félj, csak higgy. És azt gondolom, hogy a mai időben ez a jelmondat különösen fontos. És hát milyen véletlen Gábor atya előadásának mi volt a bevezetője, ne félj, csak higgy. A félelmeinkről, a szolongásainkról beszéltél, én most újra megnéztem ezt. Attól, hogy mit szólnak az emberek, különösen falun, ahogy idézted, ha véletlenül nem jó pólót, nem nekik tetsző pólót veszünk föl. Félünk attól, hogy föl tudjuk-e nevelni a gyermekeinket. Félünk attól, hogy ki tudjuk-e fizetni a számláinkat. Majd azt kérdezted a hallgatóságtól, attól a sok száz embertől, hogy mi a különbség a betörő és a vendég között?
Aztán kiderült, hogy ugye egyértelmű a vendég az, akit szívesen fogadunk, a betérő meg az egyébként, mindenki sok mindent mondott, te mondtad, a betörő, a félelmeink, a szorongásaink, akiket beengedünk a szívünkbe és a lelkünkbe. Félelmeink 80%-at mi gyártjuk, és ezt a betörőt, amint mondtad, nem akarjuk elengedni. Pedig el kéne hinnünk, ahogy mondtad, hogy az Isten jó, és az Isten szeret minket, az Isten jóhoz van. Hát azt gondolom, hogy a te szüleidet is nagyon szerette a Jóisten, mert egy ilyen ember bízott van. Édesanyád itt örülött velünk. Édesapád még már a mennyei hazában van, de most is figyel bennünket. A pásztoriak, a Mátra nyugati kapujának lakói rendkívül mód tisztelik a tisztereket, hiszen hozzátartoznak évszázadok óta a mi történelmünkhez. A cisztereknek a jelmondata így hangzik: Ardire et lucere, lángolj és világíts. Én azt kívánom te neked, hogy az elkövetkezendő 25 évben is legyél a Jóisten lángoló, világító csillaga, gyűjtsd magadhoz a bárányokat, mint a jó pásztor, mint Jézus Krisztus, és dicsőítsd velük együtt a Jóistent. Isten hozott itt pásztorom közénk, Isten áldjon, hogy eljöttél és bemutattad a 25 éves jubileumi szentmisédet. És hát lány, a zavaromban azt elfelejtettem, hogy teljesen természetes volt az az út, amelyet ő járt, hiszen a Rajecki Benjamin cserkész csapat egyik osztopos tagjaként, vezetőjeként és az Iti Hittan jeles tagjaként már látni és tudni lehetett, hogy bizony ő a Jóisten útját válassza. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm. Én csak helyettesíteni jöttem a Sanyi atyát. Megbeszéltük, hogy ha már úgyis fenn vagyok a Mátrából, nyugodtan el tudom menni, de nem gondoltam belőle, hogy ti kirikkentetek egy ilyen 25 éves háladó misét. Hát nem vagytok semmiek pásztoriak, na hát már ez van, hát na. De hát jó látni, hogy 25 évvel ezelőtt ugyanígy voltunk. Csak még itt voltak a bogarak is, vagy 80-an, vagy 120-an, nem tudom már pontosan mennyien. Remélem, hogy nem kell 25 évet várni, ismételtem, hogy pásztor papot adjon az egyháznak, mert hiszen az én szentelés 25 évvel ezelőtt, ugye amikor engem szenteltek, előtte 50 évvel ezelőtt szenteltek pásztori szülöttű emberkét. Remélem, nem kell 25 évet várnom, hogy én ezért mennyit imádkozom, de hát már kérdezték a fiatalok, hogy olyan furcsán van a szőr a térdemen. Hát mondom, mert ki van, térdepelve kell egy csókolom. Hát mondom, hát na, hát nem. Na hát imádkozni kell hivatásért, hogy ne kelljen már 25 évet várni azért, hogy ismételten pásztorpapot adjon az egyháznak. Jó látni ezt a csodaszép templomot. Annyira jó bejönni, van levegő, van fény, van tér. Zseniális. Hát amikor így beléptem, azon a bizonyos csütörtöki estén, hát így, ez a Pepsi érzés úgy elkapott, ez a csúcs, ez az érzés, ahogy kialakult, és ahogy van, fantasztikus. Szóval elővettem Békefélemügynek a Ciszterek háromrészes könyvét, gyorsan fellapoztam, és hogy ugyanígy nézett ki az 1700-as években ez a templom, mint most. Hát ez fantasztikus. Hát ez lenyűgöző. Szolgáljon javunkra ajándékaid vétele, hogy szüntelenül égjen bennünk, szentlelkednek tüze. Nem tudom, figyeltük ezt a mozzanatot. Zolkában már ég az a tűz, az alvásnak a tüze.
hiszen már nem tudom, hol tartunk időben, de pizsamát már fellőtték neki. Igen. Szóval csak ezt kívánom nektek, hogy amikor kapcsolatban vagytok önmagatok lelkével és belsejével, azzal a belső hanggal, akkor lehetünk 95 évesek, lehetünk akárhány évesek is, de ha ég bennünk az a tűz, akkor bármi nehézség jöhet. Jöhet 1.360.000 forintos villanyszámla, mint az egyik egyházközségemnek most kijött múlt héten. Majd az Úristen gondoskodik róla, hogy hogy legyen elrendezve ez a töménytelen mennyiségű pénz és a számla és mi egymás. Ha ég benned a belső tűz, akkor jöhet bármi nehézség az életben. Tudod, hogy biztonságban vagy. És tudod, hogy az, aki hordoz téged, az mindvégig megőriz minden nehézségtől. Hát ezt a belső tüzet kívánom nektek, hogy lobogjon szüntelenül a Szentléleknek ez a tüze bennetek. És minden nehézségben jusson eszetekbe a mai olvasmány, Ábrahám mondata, majd az Úr gondoskodik rólam. Égjen bennetek a tűz, és adjátok tovább ezt a tüzet. Legyetek olyan szemtelnek, mint az a légy, akit rájárt a miseborra, meg a vízre, hogy hiába leshezselget, nem ment el. Ne engedd, hogy az élet úgy elhesegessen téged, és betapasson téged, hogy na akkor 1-12 szkájtsó. Ne! Engedd, hogy lobogjon, és engedd, hogy éljen benned a belső tűz. Mert csak akkor tudsz A pontból B pontba eljutni, és csak akkor tudsz valamit az életben olyan nagyon nemeset, olyan nagyon szépet magad mögött hagyni. Legyél rondlabda, ahogy Teréz anya fogalmaz, ahogy kis Szent Teréz is fogalmaz, és ahová tesz az Úristen, tudj tanúságot tenni arról a tűzről, ami benned van. Csapd be az egész világot. Ha hétfő, akkor mosolyogj. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise áldozatot bemutattuk, menjünk békében, küldetésünk van. Istennek legyen.